És most már magyarul a második részt a MUSZ-nak, amit megszavaztatok, hogy folytatódjon ne csak itt, hanem az első YouTube csatornámon is. És miért érdekes ez, hogy megszavaztátok? Nagyon örültem ennek, hogy megszavaztátok, mert nagyon sok hobbim van, szerettem énekelni annó, de mindegyik valahogy olyan nehezebb volt számomra. Egyedül a film készítés, amihez nagyon ragaszkodom, még gyerekkorom óta, hiszen rengeteg filmet készítettem, amiket megnézhettek, LPS kisfilmek, csak hát 2 éve nem készítettem, és most itt próbálok mindig inspirálódni. Hát, ha látok valamit, amivel tudok új filmötletet, de nem biztos, hogy kell már nekem új film, mert rengeteg filmet készítettem gyerekkoromban. És hát a harmadik a rajz, amit szintén próbálok csinálni, de hát az is például most már nem úgy mindig, hogy ezeket a saját kis karikat, amiket volt, aki megértett, és ennek nagyon örültem, de úgy legtöbben nem annyira. És ugye elkezdtem megcsinálni ezeket a rajzos feladatokat mindig, és azt szerint már azért a rajzoláshoz is kell egy technika rész, ami nekem mindig nem a legtökéletesebb, és ezt próbálom fejleszteni, mert azért van az Insta and Art World-om, ott megtaláltok engem. Na és hát rajzok, filmek, emellett a harmadik nagy a töri, és ez az úgynevezett MUSZ. Amit mondhatjuk úgy, hogy kezdetben párt ötlet volt, de ezt így nem merem kimondani sose a neten, mert azért politikától mindig függetlenül kell a dolgokat, de ez egy unikorn és úgynevezett szövetség, tényleg ilyen, hát civil, ahogy szokás mondani, civil szövetség, de igazából minden ilyen dolog támadható, ez már tavaly nyáron kiderült, részben talán azért akár ez lehet irigységből is támadható, vagy esetleg azért már, hogy konkurencia ok, és akkor akár engem is mindenféle ilyen rosszabb viccekkel, vagy paródiákkal, vagy bármivel, akármiért engem lehet támadni a MUSZ miatt pedig, és akkor felmerül az is a kérdés, hogy én a MUSZ-t akkor biztos a pénzért miatt kezdtem el ezt csinálni, meg amiatt, holott ez egyáltalán nem volt benne, ugyanis én csak nagyon szerettem tanulmányozni mindig a világot, az ország dolgait, esetleg más ország dolgait, és akkor leírni az én észrevételeimet az egyik füzetbe, amiben nagyon sok pont van. És ezt tavaly nyáron kezdtem ezt írogatni, mert tavaly tavasszal megvolt ez a M.U.SZ ötlet, és tavaly nyáron úgy vittem tovább, hogy amikor voltam többet kint, vidéken, meg Akáción, akkor részben egy kicsit ezzel teltek, hogy amiket én így körbejártam, és akkor nézegettem, hogy vajon itt hogy lehetne jobbá tenni ezt, meg ezt. Nyilván ez a legkönnyebb első körbe szerintem, már ha ilyen munkákba gondolkozunk, ugyanis egy kisebb várost most nem megsértésből, de szerintem azt a legkönnyebb vezetni, és utána kezdődnek a nagyobb város vezetések is. És nyilván nekem ez összejött, hogyha miért mindig csak ilyen vidéki dolgokkal foglalkozik idézőbb ez a kis MUSZ szövetség, amikor is én Pesten élek, és nyilván ha egy hát nagyvárosban élek, és hát ha engem olyan dolgok érintenének jobban, ami nyilván itt történik, és nem egy ilyen kisebb helyen, ugyanis nyilván az nyugalmasabb, meg hogyha jól állnak a másik emberhez, akkor lehet ott minden embert is figyelni. Aztán igen, volt a MUSZ-nak ez a nagyon komoly témája, hogy ez a, hát úgymond ez a sokszor, amiről már csináltam, a veszélyesebb téma, ezek a csalások, stb. Magáni nyomozós, olyat is láttam egyébként egyszer az Instán pár napja, az nem magyar volt. Na aztán elkezdődött az is, hogy a MUSZ témák, elkezdődtem a nem magyar felé tovább lépni még ebből is, és akkor úgy régi történelmi dolgokat olvasni, könyveket, szerintem azt a könyvet is már, ha még fenn van ez a MUSZ rész, az úgynevezett Vadmacskák című könyv, ami egy nagyon komoly könyv, még mindig olvasom, és hát ezt a D-Day-t mutatja és meséli el, és elég izgalmas volt szerintem, mármint még mindig az, mert olvasgatom, amikor úgy időm engedi. Hát igen, nagy szenvedélyem, mondjuk úgy ez a képzelet pedig MUSZ párt, ami össze van kapcsolva a Naomi Produx-szal. Szóval ez volt, hogy ez a pénz miatt, vagy nem a pénz miatt, hanem azért, mert én szeretek ezekkel foglalkozni, amikor tudok. Persze ez inkább másodiknak, ugyanis az első még mindig nekem a filmezés, rajzolás, amikkel rengeteget, és ezek az ilyen
úgynevezett influenceres munkák. Na és aztán még az is, hogy hát környezetvédelem kapcsolódik-e a MUSZ-hoz, volt egy környezetvédelmi Amazonas őserdős vidém. Mondhatjuk úgy, hogy kapcsolódni tudna, igen. De annyira most konkrétan nem. Hát erről a víz kérdés az felmerült, ugyanis mi ilyen szerencsés helyzetben vagyunk itt az országban, hogy nagyon sok víz van. Mármint ilyen fürdők, aki ilyesmi, ez más országokban, nem tudom mennyire van így. Nálunk meg igen. És akkor kérdés, hogy mondjuk azzal is lesz probléma nálunk így, hát víz árakkal, hogy vajon azzal is lesz, pedig az elég furcsa, hogyha lesz, mert mivel Magyarország az egy elég nagy vízhatalom, úgy mondják. És akkor még volt ez a utolsó, ja hát a Covid, mert hogy a Covidot azt hogy érzékeltem. Nyilván minden országba kötelezővé tették az oltást szerintem. Ez nem biztos, csak gondolat. És én nem kaptam oltást, és nem is szeretnék, mert akkor oltás ellenes vagyok-e? Nem. Mert nyilván nagyon sok ember életét megmentette az oltás, és Covid-ba szerintem azóta, sőt, mondhatjuk úgy, hogy már nem is nagyon van ez a maga betegség, mint Covid. De attól még biztos vagyok benne, hogy vannak annak az oltásnak is már mint bizonyosnak mellékhatásai, és hát azoktól, mint minden oltástól, ezektől is kicsikét tartok. Nos igen, ennyi lett volna. Igen, aztán a háborúról persze, mert az pont már több mint egy éve van a háború, és én énekeltem is én Attack on Titan dalt, ami egy háborús anime, és hát igen, a háború is az a dolog, amitől nagyon tartottam. Hasonlóan, mint a vírus. Tavaly szülinapomkor volt pontosan, kezdődött, és még mind a mai napig tart, és egyre inkább, és ha mondjuk el szeretnék utazni, mármint útlevél nélkül csak Európán belül utazhatok, sajnos, meg bárki is, és hát még mindig a legtöbb országban nagyon rossz helyzet van, és én biztos, hogy nem vagyok, meg a MUSZ sem, ilyen úgymond háborúpárti én. Igen, szóval, ha ezt kell így töriről beszélni, akkor én remélem, mi hamarabb vége lesz a háborúnak, stb. És újra béke lesz, és ilyesmi. Na, ennyi volt a komoly MUSZ beszélgetés, ami úgy tényleg M.U.SZ, és akkor majd találkozunk a kövi részben. Sziasztok!